Negyedik fejezet. A város leírása. Javaslat új térkép készítésére a királyi palota és a főváros. Hogy utazik a szerző? A főtemplom leírása. Glumdalik társaságában eleget utaztam ahhoz, hogy körülbelül számodhathassak az olvasónak a birodalom arányáról és természetéről. Legalábbis Lord rúd a főváros 2000 mérföldnyi körzetében. A királyné ugyanis, ha utazott, messzebb nem követte soha férjét. Inkább letelepedett és várt, míg ő felsége visszatért a határról. Ennek a királynak birtoka egészében 6000 mérföld hosszú és 5000 mérföld széles. Arra kell következtetnem, hogy a mi geográfusaink nagyon tévednek, mikor azt hiszik, hogy Kalifornia és Japán között csupa tenger van. Mindig is sejtettem, hogy a két part között igen nagy száraz föld fekszik, mely nagy Tatárország tömegével egyensúly tart. A geográfusok nagyon jó tennék, ha kiigazítanák térképeiket, és Amerika észak-nyugati partjához közel új, nagy földrészt vennének fel, amiben szívesen állok segítségükre. A királyság áll egy félszigetből, melyet észak-keleten 30 mérföld magas hegylánc határól. E hegység csúcsai csupa tűzokádók, és így lehetetlen azokon áthatolni. Éppen ezért az ország tudósainak fogalmuk sincsen arról, milyen fajta emberek laknak a hegyláncon túl, ha egyáltalán laknak. Másik három oldalát a e szigeteknek az óceán határolja. A folyók torkolata azonban annyira tele van hegyes sziklákkal, s a tengerpart oly durva, hogy egyetlen egy kikötőjük sincsen. A legkisebb csónak sem hagyhatja el a partokat, így ezután ez a nemzet teljesen el van zárva a világ többi részétől. A folyók viszont tele vannak hajókkal, és igen sok és jó haluk van. Tengeri halak nem igazán esznek. Igen, ezek ugyanis akkorák csak, mint az európai tengerekben mindenütt, s így nem érdemes halászni rájuk. Mindebből nyilván következik, hogy a természet kizárólag ezen a területen alkotott így rengeteg nagyságú állatokat és növényeket. Ennek a jelenségnek az okát találják meg a bölcsészek. Néha-néha egy bálna vagy szethal kerül a partra. Ezt a közönséges halásznép kiszedi és étvágyjal elfogyasztja. Láttam bálnákat oly óriásira nőve, hogy egy ember alig bírta el a vállán. Az e fajta példányokat behozzák látványosságú Lorbrun egy ilyen bánát láttam egyszer a király asztalán, ahol csemegéül szolgált, de úgy vettem észre, ő felségének nem ízlett. Azt hiszem, túl kövérnek találta, bár a magam részéről láttam Grönlandban nagyobbakat is. Az ország igen népes. 51 nagy városa van, száz erődítménye és igen sok falva. Leírom Lord az olvasó mulattatására. A főváros két egyforma nagy részből áll, melyeket folyó választ el egymástól mintegy egy 8000 háza van és százezer lakója. Hossza három glomglüng, körülbelül 54 angol mérföld, szélessége harmadfér glomglüng. Területét magam mértem le egy a király által rendelt térképen, melyet egyszerre szétterítettem a földön. Csak száz láb hosszú térkép volt. Mezitláb végig mentem rajta, számoltam a lépéseket, és meglehetősen pontos eredményt kaptam. A királyi palota nem szabályos épületöm. Sok összehalmozott kastélyból áll. Körzetem, mint egy hét mérföld. Főoszlopainak magassága 240 láb, vastagsága ehhez mért. Részemre és kisdajkám dajkám használatára állandó kocsit tartottak nekünk. Gyakran kocsikáztuk be a várost meg a boltokat. Ilyenkor kisdajkám dajkám kivett, hogy jobban lássak házakat, népeket, mi egymást. Kocsink körülbelül akkora volt, mint a Westminster terep, de nem olyan magas, mint a Westminsteri dom. Biztosan különben nem tudnám ezt megállapítani. Egy napon a nevelőnő megállítatta a kocsit több volt előtt, mire a kódusok felhasználván az alkalmat odatolakodtak, hogy a legocsmányabb látványt nyújtsák, ami európai szemnek valaha is látni adatot. Ott köztük teszem fel egy asszony, akinek rák volt a mellén, borzalmasan megdagadva és tele lukakkal. Két-három akkora luk volt benne, hogy minden befértem volna. Volt egy ember, akinek akkorára dagadt a feje, mint öt gyapjúzsák. Egy másiknak húsz láb magas falábai voltak. A legutálatosabb azonban az a sok tetű volt, ami a rongyaik között mászkált. A férgek alakját és formáit szabad szemmel jobban láthattam, mint mikroszkópon keresztül a mi tetveinket. Csúf csápjaikkal úgy tapogatóztak és turkáltak, mint a disznó az ormányával. Először láttam ilyet. Egy-kettőt felboncoltam volna, ha az ehhez szükséges szerszámokat nem hagytam volna a hajon. A látvány különben olyan utálatos volt, hogy a szószoros értelmében felfordult a gyomrom. A királyné különben készítetett számomra egy kisebb dobozt, tizenkét láb átmérőben és tíz magasságban, kényelmesebb utazás céljából. Rendes, otthoni dobozomat ugyanis nem lehetett kényelmesen ölbe hordani, és nagyon rázott emellett. Ugyanaz a kézműves csinálta, Négyszögű szoba volt, három falán három ablakkal, és az ablakok előtt vasrácsok, hogy hosszabb utak esetén valami szerencsétlenség ne történjék. A negyedik falon kívül két kampó volt, ezen keresztül szíjat lehetett húzni, amit aztán a derek a köré fűzött, aki szállított. Ez rendszerint valami megbízható és hű kötelessége volt, akit magam jelöltem meg, olyankor, mikor ő felségét kísértem úton, vagy a kertbe mentünk, vagy látogatásokat tettem magasrangú hivatalnokoknál, minisztereknél, és Glümaldlik nem jöhetett velem. Itt megjegyzem, hogy csak hamar megszerettek is, igen megbecsültek az államférfiak, amit úgy hiszek inkább ő felsége pártfogásának, mint saját érdemeimnek köszönhettem. Ha úton voltunk, és én kifáradtam már a rázástól, a lovas szolga rendszerint lecsatolt a derekáról és maga elé egy vánkosra helyezte a dobozt, mire a három ablakon keresztül kényelmesen szemlélhettem a vidéket. Különben rugós matrac is volt a szobámban, meg egy függőág, meg két szék, egy asztal. Mindez ügyesen a padlóhoz erősítve csavarokkal, így nem estek szét a bútorok, mikor úton voltunk és rázott a ló. A rázáshoz különben hosszú tengeri utazásaim folyamán eléggé hozzászokhattam. Mikor kedvet kaptam a várost megnézegetni, Glümdallikt az ölébe vette ezt az úti dobozt, és úgy mentünk. Kis dajkám maga, honi szokás szerint, horcékben ült, amit négy ember vitt. Mellettünk két livrés szolga haladt két oldalt. A nép, mely igen sokat hallott felőlem, rendesen oda gyűlt a hordszék köré. Ilyenkor kis dajkám megállítatta az embereket, kivett a dobozból, tenyerére tett, és úgy mutogatott az embereknek. Egyszer nagyon szerettem volna látni a nagy templomot és a hozzá tartozó tornyot. Állítólag a birodalom legszebb épülete. Kis dajkám oda de be kell vallanom csalódtam várakozásomban, hiszen ennek a toronynak magassága a földről egész csúcsáig mindösszesen három ezer lábat tett ki. Ha a benszülöttek termetéhez arányítom a méreteket, ez a torony nagyság dolgában messze mögötte maradt a Salisbury toronynak. De nem akarok lekicsiníteni olyan nemzetet, melynek annyi hálával tartozom. Hozzáteszem hát, hogy a híres törön szépsége és pompája teljesen egyensúlyozza magasságának esetleges fogyatékosságát. A falak százlányi vastagságú nyers kőből építvék, egy-egy kőkocka átmérője negyven láb. Császárok és istenek pompás szobrai márványból. A mélyedésekben úgy meredeznek, mint meg annyi kolosszus. Megmértem egy ilyen szobornak kisúját, mellett örött és leesett, s az omladék között észrevétlenül hevert. Teljes négy lábat tett ki a hossza, meg egy hüvelyket. Glümdallik különben fölszette, zsebkendőbe csavarta és hazavitte játékszerei közé. Nagyon szerette a játékokat, mint a korabeli kislányok általában. A király konyhája meg kellett adni előkelő egy épület. Boltos teteje 600 láb magasságba merett fejünk felett, legnagyobb kemencéje akkora, mint a londoni Szent Pál templom. Tíz lépés híja csak, direkte ebből a célból megmértem az utóbbit, mikor hazaértem. Alig találnék hit ha elmondanám, mekkorák a takarék a lábasok és köcsögök, a koncok, miket nyárra húznak, az üstök és más felszerelések. A szigorú kritikus bizonyosan azt mondaná, hogy éppen úgy nagyzolok, mint minden más útleíró, pedig inkább attól tartanék, hogy ez a hitetlenségből való félelemben a másik végletbe este. És hogy a könyvemet az ő nyelvükre valaki lefordítja és kezükbe kerül. Brobdingnak királya és népe éltán veti szememre, hogy igazságtalanul kisebbítettem leírásomban az ő rengeteg arányaikat. A király ritkán tart 600-nál több lovat is tálójában. Ezek 56 ar láb magasak. Ha ünnepnapokon kilovagol a városba, rendesen 500 lovas kíséri pompa kedvéért. Szebb nagyobb képet nem láttam soha, mint ez a felvonulás. Csak később, egyszer, mikor csata állítva szemlélhettem a katonákat, amiről még beszélni fogok.